ipari termék és formatervező mérnöki szakon végeztem a Soproni Egyetemen. Gyerekkorom óta szeretek rajzolni, jártam festőszakkörre, csináltam olajfestményeket, és már akkor tudtam, hogy mindenképp rajzolással szeretnék foglalkozni a jövőben. A diploma után grafikusként dolgoztam 2 évig, majd utána kerültem át a Rábaluxhoz. Szerettem volna tervezéssel foglalkozni, és szükség volt a mintáknak a frissítésére, így kézenfekvő volt a lehetőség, hogy belső körökben engem kértek meg, hogy tervezzem újra a mintákat, ami nagy megtiszteltetés volt. Közel állt hozzám ez a feladat, úgy gondoltam, hogy ki tudom használni itt mind a kicsit ilyen műszaki képességeimet, mind a kreatív képességeimet is. Tehát ez egy kicsit olyan vegyes pálya, pont olyan vegyes, mint én vagyok. Általában az állatvilág inspirál, főleg a rajzfilmek terén. Vannak saját állataim, és nagyon szeretem őket, és úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is nagyon fontos, hogy szeressék az állatokat, és igazából ez egy időtálló, szerethető motívum, úgy gondolom mindegyik. Így felvidítanak majd minden gyerekszobát. A gyereklámpák esetében a konstrukción nem kellett változtatni, csak elemezni kellett őket, hogy a kialakított grafika az mindenképpen megfeleljen a funkcióknak. Tehát a fényadás szempontjából és az egyes lámpatípusok konstrukciójára optimalizálni kellett a mintákat. A tervezéskor először a motivumokra fókuszáltam, majd utána megvizsgáltam azt, hogy a bizonyos gyermekek interiőrjeiben, szobáiban milyen színek a főbb uralkodó árnyalatok, és ezeket a színeket építettem bele a motivumokba. Így került a lányhoz viszonylag egy rózsaszín, amihez most nagyon divatosan passzol a szürke árnyalatai, pasztell árnyalatok, míg a fiúhoz inkább a kék, barna, szürke, zöld, efféle árnyalatokat határoztam meg. Ezért került igazából érdekesség, hogy a bagoly zöld, de igazából ez egy olyan játékosság, amit bele akartam vinni, tehát egy kicsit a valóságtól elragadva a képzelet irányába kicsit tágítani a látáspontjukat. Fontos a gyerekszoba megvilágításánál, hogy az általános megvilágításon kívül legyen a gyereknek az aktív területén, a kis asztalánál, ahol rajzolgat, direkt megvilágítás, illetve ajánlom, hogy a kiegészítő világítást is alkalmazzák az édesanyák az általános megvilágítás mellé, hogy a gyerekek felriadva is biztonságban érezhessék magukat a szobájukban. A gyerekszobában nagyon fontos a meleg hangulat, ezért én igazából a melegszínű fényforrásokat ajánlom elsősorban ezekhez a lámpákhoz. De a jövőben nagyon szeretnék konkrét visszajelzést kapni, látni a gyerekeket, ahogy örülnek a lámpáknak, és hogy teljesen megfelelően működnek, és sok-sok évig használni fogják őket, remélem.